ez a nagy szekrény, és ebbe a szekrénybe próbáljuk Pomádé király új ruhája című operát. Franky György operája, a kedvencem, és én vagyok a király. Csak most éppen én nem vagyok bent a színpadon, mert nincs a jelenetem. És addig megmutatom nektek a ruháimat, mert a kedvencek a ruháim. Gyertek! Amíg Pomádé király a gardróbja felé igyekszik, addig lássuk, hogy birkózik meg Béni az operaházi kanyarokkal. Most biciklizek elsőnek az operaházba, és bár rendszeresen kerékpárral járok, meglátjuk, hogy itt hogy fog sikerülni. A színpadon Toronykői Attila rendező instruál, és olykor még be is száll a jelenetbe, hogy Pomádiában minden flottul menjen. Akkor volt az, hogy négyen erről, négyen arról is forog. Ugyanis Ránki György először 1953-ban bemutatott műve az idei évadban az Operaház színpadán látható. Mutatjuk, hogy zajlottak a Pomádé király új ruhája című meseopera próbái. Ilyen kö! 2008-ban találták ki, hogy a Pomádét a zenekarjákon hozzuk létre, pont azért, mert hogy esténként mennek a nagy előadások, hátul lehet ugye a meglévő díszlet, és mi pedig a zenekarjákon akkor csinálunk egy kis Pomádét, aminek úgy látszik, hogy nagy sikere van, mert 2008 óta megy. A meseopera bejárta az Erkel Színház és az Eiffel Műhelyház színpadait is. De itt az András Júti íbőpalotában a cselekmény kibővített zenekari árokkal nagyobb színpadi felületen bontakozhat ki. Át is rendeztem egy pár dolgot, egy órás lett a Pomádé, egy kicsit tömörebb, dramaturgiailag viszont egyenesebb, tehát csak a király ruháira van kihegyezve, és tényleg a ruhamániájára. Pomádé király mindeközben oda is ért gardróbjához. Ezek itt a kedvenc ruháim, illetve ezek a kedvenc ruháim voltak, mert ezt már mind hordtam, és egy ruhát én csak egyszer veszek fel. Már ez a kék nagyon jól állt nekem. A Pomádé király új ruhája Andersen meséje nyomán a 20. századi magyar operajátszás és a zeneszerző Ránki György egyik legismertebb alkotása. Kodály Zoltánnak a szavait csatolnám ide, hogy a gyermeknek a zenei nevelése az édesanyja születése előtt 9 hónappal kezdődik. Tehát nagyon fontosnak tartom, hogy minél előbb a gyermekek megismerkedhessenek az élő zenével, és ennek fantasztikus lehetőség az, hogy a gyönyörű felújított operaházban egy ilyen zseniálisan sziporkázó előadásnak a részesei lehetnek, illetve nézői lehetnek. A gyerekek a leghálásabb és a legaranyosabb közönség. Ők mindenre reagálnak. A történet helyszínén, azaz Pomádiában, a királyi udvar az uralkodó névnapjára készül. Pomádé királynak azonban komoly gond nehezedik a vállára. Egyetlen olyan ruhája sincs, amit az ünnepségre felvehetne, hisz mindet viselte már legalább egyszer. Bár lehet, hogy ez a lila még tetszik nekem. Végül persze mégsem tetszik neki, viszont a két idegen takács ígérete annál inkább. Nekem a ruha a mindenem, és most jött két szabó legény, akik varnak nekem egy új ruhát. Ja Istenem! Mi bicikling funkciója a megekezésen túl az, hogy ezzel fogunk majd szőni, fonni, szabni, varni. Dani és Béni vállalják, hogy csodafonalukból megszövik a csodakelmét, abból pedig kiszabják a Piperkőc királyi csoda öltözetét. A kettő takácslegény, aki kintről érkezik, belecsöppen ebbe a mesevilágba, ahol mindenki a király körül zsong, és hát megpróbálják átverni. Ugyanis azt mondják neki, hogy aki a ruhát látja, az jó ember, aki viszont nem látja, azt valahova rossz polcra tették rangjában és fokozatában. A királyt éjszaka rémálmok gyötrik. Mi lesz, ha nem látja azt a bizonyos csodaruhát? És a darab végére erre is választ kapunk. A zenét tekintve nagyon változatos, sokszor jazzes elemeket használ. Például Bülbül Piccicatót, ami a gyerekeknek is nagyon élvezetes lehet. Rengeteg tánczenét alkalmaz, karakterzenéket, és hát olyan harmonizálást, ami a fülnek nem megterhelő, mégis izgalmas.
Máté király kacagtató mesevilágában a zenekar is a színpadon kapott helyet. Így a gyerekek, ha épp nem nevetnek, akkor a hangszerekre is rácsodálkozhatnak. Az előadás végén pedig leszűrhetik a királyi udvarban történtek tanulságát. Az előadást 6 éves kortól ajánlja az opera. Legközelebb októberben látható, majd kétszer is színpadon ebben az évben.